Nekem nincs szükség táplálék kiegészítőkre, hisz magam termesztem a kertemben a zöldséget és gyümölcsöt. Ezzel szemben létezik egy kutatás, amit a Gödölői Agrártudomány Egyetemen végzett már a Igéza, és megfigyelte 1966 és 1990 között a zöldségeknek a tápanyag tartalmát, vitamin tartalmát. Föltettem egy grafikont, a zöldszínű a 1960-as érték, azt vettük 100%-nak, és nézd meg hozzá a másik oldalon, hogy mennyivel kevesebb volt 1990-ben. Ha azt gondolod, hogy 90 óta ez a folyamat így megfordult, és így emelkedik felfelé, és most már nagyon sok tápanyag és vitamin van a zöldségekben, gyümölcsökbe, akkor azt gondolom, hogy tévedsz. És ez egy illúzió, hogyha az ember azt gondolja, hogy a kertjében megtermeszti ugyanaz, mint amit a nagyszülei ettek, ugyanaz a minősége a krumplinak, a répának, a bárminek, mert a kutató, aki mér, és nem csak a hasára üt, és mond valamit, az ezt megcáfolja. Tehát én is azt gondolom, hogy a spirulinára is szükség van, és a ganodermára is szükség van, mivel nekünk az a tapasztalatunk, hogy aki ezeket elkezdi fogyasztani, így megy fölfelé neki a jókedve, az egészségi állapota, az erőlléte, a szampanaszai szűnnek meg. Akkor ez mivel magyarázható, ha nem azzal, hogy bejut végre a szervezetébe valami, ami eddig nem jutott be. Nem akarok vitatkozni senkivel, persze termeszd otthon a egy gyümölcsöt, és hidd azt, hogy azzal te mindent megadsz a szervezetednek, de ha a szervezeted visszajelez, hogy valami még sincs rendben, akkor gondol, gondolj erre, hogy az, amit te megeszel most, abban már nem az van benne, amit még a nagyszüleid megettek.